Sziasztok, én Gábor Hétvég, és ez itt a Need for Speed Rivals első része. Ebben a videóban az lesz, hogy lesz egy körözés, ugye egy pörszöt, és lesz egy versenyzés. Úgyhogy menekülni kell a rendőrök elől, meg ugye meg kell nyerni. Na, akkor kezdjük is. LB accept. El kell kapni egy versenyzőt, ami simába lesz. Csak lenne is nitrom. Oké, el fogjuk kapni easybe. És amúgy meg kell mondanom az őszintét, ezt az autót, ebben a játékban ezt a Bugattit jobban lehet irányítani, mint a Need for Speed 2-ben. Ezt a szemetet megfordul. És átmegy a szemét. Merre megy? Aha, visszafordul, oké. Megyünk utána, úgysem fog eltűnni. Ezt a bénát, mi ez itt? Volt? Oké. Úgyis elkapjuk, szóval nincs itt probléma. Ó, basszus, is leteszi ezt a szart elém. És persze, hogy nem szembe megyek vele. Jó. Meg lesz a papikám, szóval... Ne izgasd magad. Már elég összetörtük, bakker. Én ezt nem hiszem el, ha ő fog elkapni. Nem, én fogom elkapni most. Gyere ide. Hú, ez meredek volt. Jó, megvan, épp hogy, de megvan. Úristen, de közel volt, hogy elkapjon. Nézzétek a HP-mot. Oké, megvan a rendőrködés. Én most elmegyek egy házhoz. Például ide. És akkor átmegyünk részőrbe. Azt is felveszem, mert ez elég rövid volt ez a busted. De mindegy. De a részőr az már egyre nehezebb. Szóval, ja. Én, ha nem haragudtok meg, én most repairozom a kocsit. Azért tényleg alig volt HP-m. Hány kilométer még oda az út, azt nem írja, nem írja. Jó. Addig száguldás. Száguldunk. What? Jó, ez egy kis játéklap, nem tudom miért van. Ne kérdezzétek. Nem akarok most üldözni, oké, már csak egy kilométer. Itt át kell majd mennünk. Új, hát ezt nem így akartam, mert nem tudtam, hogy ilyen gyors az autó. Ó, Istenem. Na, itt van. Oké, be is jutottunk. Nem tudom, mi volt itt ez a bénázás. Mindegy.
Gyerünk, tölts be! Mindjárt betölt. Ez nem olyan sokáig tölt, mint a 2015-ös Need for Speed. Hát, Istenek, de ez is sokáig tölt, az a baj. Jó, ha már kocsit mutat, akkor már betöltött. Oké. Kaptunk, hát szerintem nem olyan sokat. 24 kell, nem is olyan rossz. Oké, most átmegyünk a Racer karakterbe. Vagy a karrierbe, hogy tetszik. Na most akkor melyik autóval menjek, mert van itt ez a McLaren, amit nagyon szeretek, meg ez a Veneno. Ugye megyek ezzel a Venenóval. Ja, megyek ezzel a Venenóval. És akkor mehetünk is, Exit Garage. Valami verseny kéne, ez easy. Hard, az meg annyira nem. Na, medium. Ez tökéletes lesz nekünk, és oda dob. És akkor kezdhetjük is a versenyt. Hú, micsoda izgalmak. Nézzük a fekete képernyőt. Most már nem, mert beadott egy autót. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Meg lesz, elsők leszünk. Hogy elcsesszük. A második hely is jó amúgy, már azért is sokat kapunk, csak úgy van, hogy például 3000-re kevesebbet, mint a első helyért körülbelül. És ha már nekem van másfél millám ebbe a karrierbe, akkor már minek több pénz. 9000-et kapunk, ha jól mondtam. Oké, akkor megyünk is. Hú, hasítunk, micsoda izgalmak. Nem nyomom el a nitrómat még. Úgyis visszatölti, szóval mindegy. De akkor sem, ezek olyan hülyék, hogy egymásba mennek, és akkor felkerülhetek a második helyre is. Hú, ezt nem láttam a porttól, kifogások. De rossz, hogy a porton nem látok semmit tényleg. Ó, de béna vagyok, hallod? Még így, hogy nem megyek annyival, mint a ők. Ó, de miért nem driftelt tovább ez a kocsi? Azért nyomtam meg. Na mindegy. Hello. Ujj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 
mert akkor könnyebb belemehetsz más autóba. Itt egy lassabb lámbó, mint én. De az is nagyon jó lámbó. Ez ugye az Entorno a GTA 5-be. Nem jöttem rossz fele, oké. Elsők vagyunk. Hú, micsoda izgalmak. Csak nehogy Bugattiba jöjjenek a rendőrök, mert akkor itt... Hú, úgy kikapunk. Hú, 350-nel hasítunk az autópályán. Na, már megint játéklap, köszönjük. Escaping, leráztuk a rendőröket, szuper. Ezt így kell, szóval. Még az ellenfelek se előztek meg, így a jó ez. És közben nézni kéne a térképet is, hogy nehogy elkapjanak, ez meg nem tudom mi volt már megint. És elsők vagyunk, szóval így ennyi volt. Ennyi. Jó, hát ez... Elég rövid kelet. Nagyon könnyű ez a médium, bemik. Az is könnyű, hogy autópályán megyünk konkrétan a egész verseny, de mindegy, jó az.
legalább tudjuk, hogy mennyiben megy a kocsi. Mert ez egy nagyon szép autó, nekem nagyon tetszik. Ez a részőrben a kedvenc autóm, akkor is, ha a Pagani a leggyorsabb és a legjobb a részőrben. Jó, hát ez így konkrétan ennyi is lett volna ez az első rész. Én nem tudom, ezeket a lagokat inkább megállok, mert ezek nagyon idegesítőek. Ennyi is lett volna az első rész. A második rész is jön majd. Több-kevesebb sikerrel, de biztosan lesz ebben a játékban még rész, mert ez egy nagyon jó játék. Ajánlani tudom. Tudom, hogy 2013-as is kicsit régi már, de nagyon jó. Nekem ez például jobban tetszik, mint az új Need for Speed, szóval lehet, hogy azért, mert egyben kapunk olyan járgányokat, amiket meg is tudunk nézni. Mindegy, ez csak az én véleményem, ne kövezzetek meg. Oké, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, nektek lájkoljátok. Én Gábor Hét voltam. Még ezt a driftet bevesszük. Sziasztok! Hello everybody!